A bíróság elhitte, hogy megszólalt egy bérgyilkos lelkiismerete. A legalább 9-szeres gyilkos József Rohács 2 éve vállalt magára egy olyan leszámolást, ami miatt mást már jogerősen elítéltek. Az 1996-os Prisztás merénylet miatt 8 éve börtönben ülő vádlott szabadon engedése rengeteg kérdést vet fel. Egy hírhet emblematikus kép. A 90-es évek jellegzetes gangster autójának számító hófehér terepjáró mellett a sofőr fekszik a földön, a feje mellett vértócsa. A kocsi egyik ajtaja nyitva az áldozat, Prisztás József az alvilág nagyhatalmúra éppen be akart szállni, amikor fejbe lőtt. A háttérben rendőrök beszélgetnek, tanácstalanság tükröződik az arcukon. A bíróság 60 István másodrendű terheltet az ellene emberölés büntette miatt emelt vád alól felmenti. És 24 évvel a merénylet után sem kerültünk közelebb a megoldáshoz. 3 nappal ezelőtt a bíróság felmentette azt az embert, akit már jogerősen is elítéltek a gyilkosság miatt. 60 István 8 éve ült börtönben, most szabad lett. Az ügyvédje könnyes szemmel ölelte meg a tárgyalás után. 7 órával korábban reggel 9 órakor még úgy tűnt, esélye sincs a másodrendű vádlottnak. 60 István egykedvűen ballagott be a tárgyalóterembe, csuklyás kommandósok kísérték. A korábbi ítélet szerint ő volt a bérgyilkos, a harmadrendű vádlott Fazekas Ferenc csalta a helyszínre az áldozatot, és Portik Tamás adott parancsot a merényletre. Ő nem volt ott a tárgyalóteremben, biztonsági okokból a bíróság melletti börtönépület egyik szobájában ült, és egy képernyőn keresztül követhette az eseményeket. Az ügy kulcsszereplője József Rohács sem volt jelen a tárgyaláson. A magyar és a szlovák alvilág rettegett bérgyilkosa csak tanú az ügyben, annak ellenére, hogy beismerte, ő lőtte le Prisztás Józsefet. Ki az elkövető? Én vagyok a elkövető. Tavaly nyáron József Rohács szintén videón keresztül tett vallomást. Ő is börtönben van, jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték a 4 halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás és Fenyő János médiavállalkozó lelövése miatt. Sőt, Szlovákiában is várja még egy életfogytig tartó büntetés, amit több ottani bérgyilkosság miatt kapott. Én sok rosszat csináltam, sok rosszat. Most már csak jót tehetek. Igazságosságot. Itt van egy eset, hogy ártatlan ember azért ül, amit én csináltam. Álljanak föl valamennyien. 2016. május 16-a a Prisztás ítélet napja. A bíróság 15 évet adott Portik Tamásnak, a végrehajtó büntetése szintén 15 év, a bűnsegédé pedig 10. Az ítélet szerint 1996. november 1-én délelőtt 10:30-kor az Óbudai Ladik utcában Prisztás József és egy régi ismerőse együtt érkezett. A későbbi harmadrendű vádlott Fazekas Ferenc tartozott az áldozatnak, és éppen a lakását írták át a hitelező nevére, így törlesztett volna. Prisztás éppen beszállt a jeepjébe, de egy biciklis közvetlen közelről egyetlen lövéssel kivégezte őt. A nyomozás gyorsan Zsák utcába jutott. Évekkel később jött csak az áttörés, amikor egy másik mafiózó vallomást tett egykori üzlettársára, Portik Tamásra. Kezelhetetlen, Tamás. Portik Tamás a budapesti éjszakai élet egyik legrettegettebb alakjává vált a 90-es évek végére. Az áldozat Prisztás József is nagyhatalmú, vagyonos alvilági figura volt. Portik Tamással ingatlanok miatt keveredett 300 millió forintos elszámolási vitába. A korábbi ítélet szerint Portik Tamás a testőrét, 60 Istvánt bízta meg a gyilkossággal. A férfi hiába hangoztatta ártatlanságát, bűnösségét Portik korábbi titkárnőjének vallomása, a telefonjának cella információi és híváslistái igazolták. Olyan hívők voltak, hogy egymással vadásztak az emberek, a háborúk voltak a bűnözők között. Magyarországon is. Ezt úgy vettünk, akkor mint egy harcot. Bűnöző, ha belépett a körbe, akkor annak tudnia kell, hogy meghalál. Nem csak a fényes napot élvezni, hanem van ott sötét, hideg éjszaka. József Rohács korábban soha nem beszélt az alvilágról, a leszámolásokról és arról, hogyan dolgozott egy bérgyilkos. 2018-ban vallomást tett, és a kúria úgy döntött, indokolt a perújítás, meg kell vizsgálni a Prisztás gyilkosság ügyében hozott korábbi jogerős ítéletet. Ennek pontosan ki kellett jönni. 1 méterre később vagy hamarébb, akkor semmi, akkor csak ember átmenne tovább. Már semmilyen a sors. 1 méter. 1/2 méterről, hátulról. Fejbe lőttem. Egy lövés,
és többet már nem is tudom leesett, előreesett, és nem mentem is tovább. József Rohács a tavaly nyári tárgyaláson részletesen mesélt a gyilkosságról. Csak hogy sem a helyszín, sem az időpont, sem a fegyver típusa, sem az áldozat autójának színe nem stimmelt. A vallomása tele volt pontatlansággal. Ez már ismét a múlt hét pénteki tárgyalás. Az ülés meglepő fordulattal indult. A bíró az ügyészség beadványát olvasta fel, lehallgatták József Rohács telefonhívásait a börtönben, valamint megfigyelték az árkáját is, és hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés miatt eljárást indítottak ellene. A lehallgatás adatai szerint József Rohács eljuttatta Szlovákiába a testvérének a jelen ügyben bíróságon felvett vallomását tartalmazó jegyzőkönyvet, amit konspiráltan tervnek neveznek a beszélgetések során, és arra próbálta meg rávenni az európai nyomozási határozat általunk kihallgatott tanúkat, hogy József Rohács kívánalmainak megfelelő vallomást tegyenek. Rohács megfenyegette, megzsarolta a szlovák gengszter barátait, hogy ők is igazolják a vallomását. Közben befutott József Rohács egy friss nyilatkozata is, a per közben a szegedi börtönben írta le, és az ügyvédje küldte el a tárgyalásra. A bíró most ezt olvassa fel. Az ügyvédem azt mondta, hogy ne pörögjem túl a dolgot, mert akkor azt fogják hinni, hogy valamiért nagyon magamra akarom vállalni. Én csak azt akarom, hogy derüljön ki, mi az igazság, és fel vagyok háborodva, hogy a hatóságok ezt úgy látszik nem nagyon akarják. A vádhatóság valóban nem hisz Rohácsnak. Az ügyész a perbeszédében azt mondta, hogy a fenyőgyilkosságnál DNS, az Aranykéz utcai robbantásnál pedig kamerafelvételek bizonyítják, hogy ő a tettes. Ennek ellenére minden tagad. És akkor itt van ez az ügy, ahol azt vallja, hogy ő volt az elkövető. József Rohácsnak ugyanis nincsen vesztenivalója. Életfogytartó szabadságvesztést tölt, elítélt, aki viszont ezzel az üggyel, és már ez feltételezés, akár szívességet tehet ebben az ügyben elítélt terhelteknek. Hát micsoda eljárás ez, kérem? Portik Tamás ügyvédje indulatos szavakkal ostorozta az ügyészséget a perbeszédében. Hát mi motiválta, hogy most eltöltse valahogy a börtönéveket, vagy szórakozzon a közvéleménnyel? De nem, nincs más magyarázat arra, mint amit ő maga elmondott, hogy igen, ő nem tett soha beismerő vallomást, de nem is volt olyan, hogy valaki mást ítéltek el helyette. Ez egy nagyon lényeges különbség. Tehát amikor én tudom, hogy valaki más üli az én büntetésemet, akkor igenis megszólalhat bennem a lelkiismeret. A gyilkosság miatt elítélt másodrendű vádlott Hatvan István is felháborodottan kritizálta a hatóságokat az utolsó szó jogán. Tudtam, hogy a beismerő vallomás ehhez képest szerintem elég mosolyan váltak vele. El sem tudom képzelni, hogy mi kell, hogy ahhoz, hogy fölöntsenek. Aztán szünetet rendeltek el, a bíróság visszavonul tanácskozni. Mi addig nézzük végig a bizonyítékokat pro és kontra. Hatvan Istvánt elsősorban Portik Tamás egykori titkárnőjének vallomása miatt ítélték el. A nő azt mondta, hogy maga Hatvani beszélt neki a merényletről. Csak hogy más ügyekben a titkárnőt szavahihetetlennek tartották, kizárták a vallomásait. Hatvan István mobiltelefonjának cella információi és hívás listái alapján beleillik a képbe, a közelben volt, valóban elkövethette a merényletet. Csak hogy vannak még más vallomások is. Egy maffiózó, Portik Tamás egykori üzlettársa azt vallotta, hogy ő úgy tudja, Rohács volt a bérgyilkos. És itt van József Rohács vallomása is. Példanélküli, hogy egy bérgyilkos beismeri a tettét, de a vallomás tele van pontatlanságokkal és tévedésekkel, ráadásul kiderült, hogy hamis tanúzásra akarta rávenni a barátait. Nem volt könnyű helyzetben a bíróság. Hatvani István másodrendű terhelte szemben kiszabott, 15 év fegyházbüntetés végrehajtását félbeszakítja. Ezt közvetlenül az ítélet hirdetés előtt mondta a bíró. Ebből már sejteni lehetett, hogy hatályon kívül helyezi a korábbi jogerős döntést és felmenti Hatvani Istvánt. Portik Tamás és a harmadrendű Fazekas Ferenc ítélete maradt a régi, ők továbbra is bűnösök. A bíró szerint csak azt kellett a perújításban megvizsgálni, hogy egészen biztosan Hatvan István-e a gyilkos az új bizonyíték József Rohács beismerő vallomása után. Ha József Rohács ezt a vallomást csak kitalálta, konstruálta, akkor nagy valószínűséggel jobban fölkészülhetett volna, és nem követel ilyen pontatlanságokat. Ez a bíróság álláspontja szerint inkább abba az irányba hat, hogy József Rohácsot nem feltétlenül a hazugság szándéka vezérelte.
Tehát a bíróság szerint elfogadható, hogy valaki több mint két évtizeddel később rosszul emlékszik a részletekre, és az is hihető, hogy tényleg a lelki ismeretére hallgatott, amikor vallomást tett. A bíró arról is beszélt, hogy a bizonyítékok alapján 60 István még akár részt is vehetett a merényletben. Például ő tüntethette el a bérgyilkos kerékpárját, fegyverét és ruháit, de ez már valószínűleg soha nem fog kiderülni. Portik Tamás felháborodottan fogadta az ítéletet. A bíróság szerint attól, hogy más a gyilkos, még elegendő bizonyíték maradt ellene, ott az indíték, a híváslisták, a cella információk. Ráadásul József Rohács az ő bérgyilkosa volt, hiszen az Aranykéz utcai robbantás ügyében jogerősen kimondta a bíróság, hogy a szlovák férfi az ő parancsát teljesítette, neki dolgozott. A bíró arról is beszélt, hogy hiába vallotta most Rohács azt, hogy orosz maffiózók megbízásából ölt, ennek semmi alapja nincs. A Prisztás ügy perújításán hozott döntés egyelőre még nem jogerős, hiszen az ügyész Portik Tamás és a harmadrendű vádlott védője is fellebbezett. Az igazi nagy kérdés most az, hogy József Rohácsot megvádolják-e valaha a gyilkossággal, hiszen az ügyészség szerint nem ő a tettes. A Kékfényben Miki Attila riportját látták.